Perihélia Akinek még egy 1849-i magyar hírlap akad a kezébe, kevés volt, s ami volt megsemmisítették, az fog egy rövid tudósítást találni abban, mely jelenti, hogy a június 20-án reggel 10 és 12 óra között nagyszerű napudvar volt látható az égen. Lesznek élő emberek, akik emlékezni is fognak rá valóban a legnagyobb szerű perihélia volt az, amit látni lehetett. A korona, a hálósz és a melléknap egyszerre. A korona egy emberöltő időben egyszer, ha előfordul. A hálósz századot átlépő ritkaság. A kettő a melléknappal együtt portentum. Égi csoda, melyről a természettudósok köteteket írnálak más békés időkben. 1849. júniusban nem voltak Magyarországon természettudósok, kik az akkori melléknapot leírták volna. Haj, akkor a kettős napot észre sem vettük. Nekünk az éjszakánk volt kettős. 240 ezernyi orosz hadsereg hömpölyödött alá Magyarországra. Pihent, rendezett, harc edzett hadsereg. Kétségbe kellett esni. Voltak forró képződésű emberek, akik azt hitték, hogy még lehet győzni. Voltak? Voltunk! Ha ők jönnek ránk 240 ezer emberrel, mi állítsunk eléjük félmilliót. Minden ember, aki él, mozog, ki kezét emelni bírja. Ki a férfi névre érdemes talpra. Minden eszközt, ami vasból van, aminek éle-hegye van. Fegyverül a kézbe, és aztán egyszer kell meghalni. Csak nem akartok tán örökké élni, férfiak? Keresztes hadjárat lett hirdetve a betörő ellenség ellen. A papok prédikálták azt a szószékekből, és invokálták a rögtönzött fegyverekre a hadverő Jehová áldását. Erős vonást képez a rettenetes korszak illusztrációjában ez a veres kereszt. Feltűzte azt mellére a református és evangélikus, éppen úgy, mint a katolikus. Feltűzte a zsidó is, a nemzet parancsolta. Nem látott a keresztben más jelvényt senki, mint egy rettenetes idegen hatalom támadása elleni országos protestációt. Elenyészett ez iszonyú veszélye szemközt minden vallás különbség, minden dogma. Lángi Bertalan maga hordta kezében a felkelt nép előtt a veres keresztes zászlót. Maga a protestáns pap. A kormány hirdette a keresztes hadjáratot, s a protestáns papok nem álltak elő, mint a konstantinápolyi szkizmatikusok, az ostrom alatt a filióke fölött civakodni, hanem utánozták Amieni Pétert. Sokan megkeserülték azt. Lángi Bertalan roppant tábort toborzott már össze. Kaszákkal, lándzsákkal, fejszékkel fegyverzett tábort. Ő maga volt a vezér. Mi tudomány kell ahhoz? Rárohanni az ellenségre, nem gondolni a meghalással, rágni, míg az ellenben tart. Akarat, elszántság, elkeseredés volt hozzá elég. Az ellenséget nem ereszteni át a tiszán ez volt az ő feladatuk. A Szent Tiszán, melynek folyama még akkor is határvonalat képezett magyar és nem magyar között, mikor végig be volt fagyva. Ennek a bal partját ne tapodja ellenség. Június 20-án ezrével lepte el a népfelkelés a Tisza mellé kirónát. Forró nap volt, a föld izzott, az ég sápadt. Déltájon egy sápat égen csoda tünemények tűntek fel. A naptányéra elmosódott, stompa szögletes küllőkkel vette magát körül. Ennek a neve a korona. Azután nagy távolban a naptól látszott egy kerek fényudvar, körös körül, a szírű belseje felé halványpiros, a külső oldala gyengén zöld, mint a szivárványé. Ez a hálósz. A fényudvar keleti oldalán ott sápadozott egy másik nap. Oly egyenlő sápadt, szaggatott szélű mind a kettő, hogy nem lehetett választani, melyik az igazi, melyik a melléknap. A nép meg volt rettenve tüneménytől, soha élő ember nem látott ehhez hasonlót. Tanult emberek is csak tudományból ismerik, s megdöbben a szívük midőn előttük áll, egy században egyszer. A végveszedelem jele az égen, suttogák a babonások. Lángi Bertalan látta jól, hogy a nép baljóslatot lát, és ez égi betűket nem lehet letörülni onnan emberi kéznek. Azt a betűt ott merészen el kell olvasni. S mint nagy Konstantin tette a csata hevében hozzá kiáltani, In hoc signo vinces, e jelben győzesz. Az őszpap felragadta a keresztes zászlót, s felállt a kunhalomra, és kalapját elveté magától. Istennel akart beszélni. Te ki onnan felül jeleket mutogatsz nekünk? Fegyvereink diadalát jóslode, vagy elveszésünket? Bízta túl mutatod, hogy magának a napnak is van ellensége, kit hatalmas kezet támaszt az égen s kit kezed letöröl onnan ismét. Melyikünknek a napja az, amelyet le fogsz törülni a kettő közül? Ó, bizonyosan azt hagyod meg, mely áld világít, éltet felmelegít. Azt, mely neked szót fogadott, s megállt az ájálon völgyében, míg híveit harca bevégződött. Azt, mely elfeketült és vért ontott kebléből, midőn szent fiad a megdicsőült, a mi hazánknak napját, a te istenségedet hirdető napot. Bizonyal azt tartod meg. Éjjel az én lelkem, hogy a e tünemény a mi napunk dicsőségét jelenti. A lelkész ki volt már akkor hevülve, a nap hosszat tartó buzdításban. Erei fel voltak dagadva halántékain arcán túlvilági megdicsőülés sugárzott. A nép meghatottan, fedetlen fővel hallgatá Istennel való beszédét. Ó, mert ha nem a mi napunknak dicsőségét mutatnák jeleid, akkor, óram, ne lássam én semmi napodat többé. Ne legyek élő azon a földön, amelyet hazánnak nem nevezhetek többé. Halljak meg ott, ahol ezen te zászlódat kezemből kiejtem. S azzal kiejté kezéből a zászlót. Végig esett a kunhalom Orbán, és meghalt. Az úr szaván vette, és betölté kívánatát. Jó tett vele. Az oroszoknál már ki volt rámondva az ítélet. 500 kancsuka ütés és deportáció szivériába. Az úr megőrzé szolgáját, és magához vette. Nem volt az csodatünemény, a patológia majd jól meg tudja azt magyarázni. Szertelen volt a hőség, az ember nagyon fel volt indulva, s régtől hajlandó az apoplexiára hanem a keresztes hadat ez eset szétzavarta. A nép hazaoszlott. Csak egy kereszt maradt még, mely segítsen. Az a kereszt a kardmarkolat. És az sem segíthet messze. A júniusi perihélia két napjából nem a régi nap maradt az égen. Ezt az asztronómusok sem vették észre, de mi tudjuk.